Sziasztok! A mai alkalommal néhány új fogalommal fogunk megismerkedni az oszthatóság témakörében. Nagyon egyszerű osztásokat fogunk elvégezni, és aztán utána majd beszélgetünk róla, hogy mit is tapasztaltunk. Az volna a kérésem, hogy első körben ilyen még nem nagyon volt, úgyhogy most arra kérlek titeket, hogy velem együtt próbáljatok meg haladni úgy, hogy én megpróbáltam a könyvben lévő egyik feladatot leírni ide ebbe a videóba, ti pedig a 33. oldalon nyissátok ki a könyveteket, és az első feladatot fogjuk együtt közösen megoldani. Addig meg is állíthatjátok a videót egyébként, amíg kinyitjátok a könyvet. Ebben a feladatban el fogunk végezni osztásokat, és mint látjátok, hogy az osztandónk az állandó, az folyamatosan a 12 lesz, az osztó pedig folyamatosan változik, 1 és 12 között szépen sorba haladunk, és aztán meg fogjuk nézni, hogyha elosztjuk a 12-t ezekkel a számokkal, akkor milyen érdekességet vehetünk majd észre. Na kezdjük is szépen sorjában. 12-ben az 1. Ez talán nem is olyan nehéz, ugye 12-ben az 1, megvan 12-szer, maradéka 0, de ugye ezt nekünk ellenőriznünk is kell. Éppen ezért azt a műveletet írhatjuk le ellenőrzésképpen, hogy 12-ször 1 egyenlő 12. Tudjátok, megint elmondom, visszafelé ellentétes művelettel számolunk. Nézzük a következőt. 12-ben a 2 megvan 6-szor, maradéka 0. De miért is? Ellenőrizzük visszafelé ellentétes művelettel, mert 6x2 egyenlő 12. 12-ben a 3 megvan 4-szer, és ezúttal is a maradék 0. Ellenőrizzük le, hogy tényleg így van-e. 4x3 egyenlő 12. Ugye eddig ez nem lesz nehéz, de majd a végén meglátjátok, hogy ezt az egészet egyébként miért csináljuk végig, és ez miért fontos. Következő, 12-ben a 4. Ugye 12-ben a 4 megvan 3-szor, és maradéka 0. Ezt már ugye az előző osztásból is nagyon jól megtudhattuk. Ezt is ellenőrizzük, mert hát ha valami csavar van a dologban. 3x4 egyenlő 12. Ez tehát az első 4 osztás. Jöjjön a következő. 12-ben az 5. 12-ben az 5 megvan 2-szer, maradéka 2. Ellenőrizzük is le, hogy ez miért is van így. Ugyanis 2-ször 5 az 10, meg 2 az egyenlő 12. Következő, 12-ben a 6 megvan 2-szer, maradéka 0. Ezt is ellenőrizzük le, ugye visszafelé ellentétes művelettel, 2-ször 6 egyenlő 12. 12-ben a 7 megvan 1-szer, maradék az 5. Ellenőrizzük. 1-szer 7 az 7 meg 5, az egyenlő 12. 12-ben a 8 megvan szintén 1-szer, és maradék a 4. Ellenőrizzük, hogy jól számoltunk-e. 1x8 az 8, meg 4 az egyenlő 12. Egy újabb 4-es csoporttal végeztünk, nézzük az utolsó 4-es csoportot. 12-ben a 9 megvan 1-szer, maradék a 3. Ugye látjátok a maradékot folyamatosan, amit még említettem a maradékos osztásnál, hogy az osztandó egyes helyértéke lévő számjegye aláírjuk minden egyes esetben. Ez fontos lesz majd, amikor negyedikben az írásbeli osztás kerül elő. Ellenőrizzük ezt a műveletet. 1x9 az 9, meg 3 az egyenlő 12. 12-ben a 10 megvan 1-szer, maradék a 2, mert ugye 1x10 az 10, meg 2 az egyenlő 12. 12-ben a 11 megvan 1-szer, maradék az 1. Ellenőrizzük ezt is. 1-szer 11 az 11, meg 1 az 12.
És már el is érkeztünk az utolsóhoz. 12-ben a 12 az megvan egyszer, és maradék a nulla. Ellenőrizzük le gyorsan. Egyszer 12 az egyenlő 12. Remélem, hogy azért tudtatok követni, próbáltam olyan tempóban haladni, hogy azért még ti is be tudjátok írni a számokat a megfelelő helyre. Na most ennek a feladatnak van még egy másik része. Karikázd be azokat az osztókat, ahol a maradék nulla lett. Fontos, hogy csak az osztókat kell bekarikázni. Ugye az osztó az az osztás jel, vagyis a kettős pont után szerepel az egyenlőség jel előtt. Ha jól dolgoztatok, akkor pedig azokat a számokat, azokat az osztókat karikáztátok be, amelyeket én itt a képernyőn kékkel kiemeltem. És most az elkövetkező percekben ezekről a kékkel kiemelt számokról fogunk egy picit beszélni. Ugye ezek azért nagyon különleges számok, mert amikor a 12-t elosztottuk ezekkel a számokkal, tehát az 1-jel, 2-vel, 3-mal, 4-jel, 6-tal és 12-vel, akkor a maradék nulla lett. Tehát elmondhatjuk, hogy a 12 osztható 1-jel, 2-vel, 3-mal, 4-jel, 6-tal és 12-vel, mert maradék nélkül megvan benne. Úgyhogy már is gyorsan ebből általánosíthatunk, és ez bármelyik számra, legyen az kétjegyű, háromjegyű vagy nyolcjegyű, akárhányjegyű, igaz lesz a következő kijelentés, miszerint az egyik szám osztható egy másikkal, hogyha maradék nélkül megvan benne. Tehát például mondjuk a 24 az osztható 3-mal, ugye 3x8 az 24, mert maradék nélkül megvan benne. Aztán a 100 osztható 25-tel, mert maradék nélkül megvan benne. Tehát ez bármelyik számnál, bármelyik két számnál ez eljátszható, hogy az egyik osztható a másikkal, de fontos, hogy maradék nélkül megvan benne. Úgyhogy ha most a másik oldalról nézzük, a kékkel kiemelt számok oldaláról nézzük, akkor ugye azt mondhatjuk el, hogy az 1, a 2, a 3, a 4, a 6 és a 12 osztója a 12-nek. Ugye ezt még nagyon könnyen már meg is tudtuk jegyezni, mert ugye az előbb az osztókat kellett bekarikázni, az osztó mindig az, amelyik a második helyen szerepel. És ugye az nagyon fontos, hogy amikor két számot osztunk, akkor az osztó az mindig a kisebb szám. Mindig az osztandó, ugye jelen esetben az a 12, mindig az a nagyobb szám, és az osztó az mindig a kisebb szám. Tehát amikor egy szám osztója a 12-nek, akkor az azt jelenti, hogy az osztó az maximum 12 lehet. 12 és annál kisebb. Amikor egy szám mondjuk osztója 1200-nak, most csak mondtam, hogy direkt egy jó nagy számot, akkor az azt jelenti, hogy olyan számokat sorolunk fel egymás után, amely maximum 1200. Ugye 1200-nál nagyobb szám nem lehet osztója az 1200-nak. Tehát az egyik szám osztható a másikkal, hogyha maradék nélkül megvan benne, és az a másik szám az osztója annak az első számnak. Ugye, mert hogy elosztom azzal a számmal, akkor maradék nélkül megvan benne. Jöjjön egy újabb fogalom. A 12 többszöröse az 1, 2, 3, 4, 6 és 12-nek. Ugye legfőképpen ez az utolsó hangzik elég érdekesen, hogy a 12 az hogy lenne többszöröse a 12-nek. Na most matematikában a többszöröse az azt jelenti, hogy ott, amiket itt a harmadik mondatban kékkel kiemeltem, hogy 1, 2, 3, 4, 6, 12, az azt jelenti, hogy az 1, 2, 3, 4, 6 és 12 mellé tudok még egy olyan számot találni, amivel ha megszorzom ezeket a kékkel kijelölt számokat, akkor pont 12-t kapok. Tehát nézzünk egy példát. Mondjuk a 12 többszöröse a 2-nek, mert 2-ször 6 az 12. Kettő mellé találtam egy másik számot, a 6-ot, összeszoroztam őket, és így 12-t kaptam. A 12 többszöröse a 4-nek, mert 4-szer 3 az 12. Most akkor ne legyen mindig 12, most akkor menjünk a másik ilyen számhoz, amelynek jó sok osztója van, ez a 24. A 24 az osztója a 8-nak, mert 8-szor 3 az 24. A 24 többszöröse
a 8-nak, mert 8x3 az 24. Tehát a szám mellé tudtam egy másik olyan számot találni, és ezt a kettőt, hogyha összeszorzom egymásra, akkor megkapom a 24-et, vagy éppen azt a legnagyobb számot, vagyis az osztandót. És akkor ezek után még azért persze beszélhetünk egy mondatban, gyorsan elintézzük őket, a feketével jelölt számokról, ugye 5, 7, 8, 9, 10, 11, ezekről elmondhatjuk, hogy a 12 nem osztható az 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, stb. Számokkal. Ugye azért van ott pont, 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 mert ugye azért ezt gyorsan le kell szögezni, hogy egy szám csak és kizárólag akkor osztható egy másikkal, ugye az előbb beszéltünk róla, hogy az maximum pont annyi lehet, mint a szám. Tehát 12-nél nagyobb szám, az nem osztható a 12-vel. Egy 24-nél nagyobb szám, az nem osztható 24-jel. Ugye, meg ezek majd törtek lesznek, és ilyenekkel most még egyelőre nem foglalkozunk. Tehát ez az a négy új fogalom, amit most valahogy nektek el kell sajátítani. Remélem, hogy azért sikerült jól elmagyaráznom. Most ismétlésképpen még egyszer most átfutok rajta, és remélem, hogy nem zavarok össze vele senkit. Tehát nézzük csak az első mondatot. Ugye 12 osztható 1-jel, 2-vel, 3-mal, 4-jel, 6-tal és 12-vel, mert maradék nélkül megvan benne. Vagyis a 12-t el tudom osztani úgy az 1, 2, 3, 4, 6 és 12-vel, hogy az maradék nélkül megvan benne. Tehát 12-ben az 1, ott ugye 0 lesz a maradék. 12-ben a 4, az ugye 3, maradék 0, és így tovább. És éppen ezért elmondhatjuk azt, tehát az első mondatból következik a második mondat, hogy az 1, 2, 3, 4, 6 és 12 osztója a 12-nek. Ugye ezt meg onnan tudjátok könnyen megjegyezni, az előbb ugye ezeket karikáztátok be. Tehát ezeket a számokat, ha elosztom, hogy ezeket a 12-t elosztom ezekkel a számokkal, akkor megint csak nulla lesz a maradék. A 12 pedig többszöröse ezeknek a kékkel kijelölt számoknak, mert tudok melléjük egy másik olyan számot találni, amivel hogyha megszorzom, akkor 12-t kapok. És a 12 pedig nem osztható ezekkel a számokkal, ugye azért nem osztható, mert ott van maradék. Tulajdonképpen ennyi az egész. Lesznek majd még itt szépen feladatok az elkövetkező alkalmakkor is, azért nem egy olyan egyszerű anyag ez, amit szerintem elsőre meg tudna mindenki egyből jegyezni. Nyilván ezért lenne jobb, hogyha mondjuk az iskolában találkoznánk, ott azért ez kicsikét könnyebb lenne, tehát azért remélem így is majd ezt azért mindenki könnyedén meg tudja jegyezni. És akkor most jöjjön a feladat, pontosabban feladatok, amelyeket gyakorlásképpen meg kell oldanotok. Az ezen az oldalon lévő maradék három feladatot gondoltam ki, amelyek azért eléggé jól segítenek abban, hogy még jobban tudjátok ezeket a fogalmakat elmélyíteni, gyakorolni. A második feladatban nincs más dolgotok, mint hogy végezzétek el az osztásokat, majd az osztások alatt lévő négy mondatot egészítsétek ki. Ha esetleg nem lenne még tiszta, hogy melyik fogalom mit jelent, akkor akár ezt a videót visszapörgethetitek, vagy megtehetitek azt, hogy a feladat fölött ott a zöld téglalapban elolvassátok azokat a mondatokat, és az azért is jó, mert azokban a mondatokban található vastagon kiemelt szavakat kell nektek ide beírnatok. Tehát azt, hogy osztható, osztója, többszöröse és nem osztható. Ennyi az egész. Harmadik feladat. Húzd át azokat a számokat, amelyek nem illenek a halmazba. Ugye először is meg kell nézni, hogy hogyan nevezték el ezeket a halmazokat. 16 osztói. Ugye gyorsan felidézzük, mit jelent az, hogy osztója? Az osztója az azt jelenti, hogy ha például a 16-ot el akarom osztani 5-tel, ugye most akkor nézzük is azt a lila halmazábrát, a 16-ot elosztom 5-tel, akkor maradék nélkül megvan benne. A 16-ot elosztom 6-tal, maradék nélkül megvan benne. A 16-ot elosztom 8-tal, maradék nélkül megvan benne. És nincs más dolgotok, mint a 16-ot elosztani mindazzal az összes számmal, amit a lila halmazban található. Ugyanez a 24-nél. A 24-et el kell osztani azzal a 8 darab számmal, ami ott van a zöld halmazban. És hogyha nincsen maradék, akkor az osztója, de hogyha van maradék az osztás végén, akkor bizony azt át kell húzni, mert nem illik oda. És talán nem is kell mondanom, de az utolsó
halmazban, a 100 osztóinál ugyanezt kell eljátszani. 100-ban a 20, 100-ban a 10, 100-ban az 5, és így tovább. Negyedik feladat. Írd be a számokat a halmazokba. 25, 40, 18, 22, 30, 10, 35. Tehát összesen ezt a 7 darab számot el kell helyezni a megfelelő halmazábrában. Na most első körben értelmezzük azt, hogy mit is látunk itt. Összesen 3 halmazábra van. Az első halmazábra azt mondja, hogy 5 többszöröse. Mit jelent ez? Ezt nagyon könnyen egyébként a többszöröst a lehető legegyszerűbben, talán úgy tudnám még jobban elmondani, hogy fogjuk az ötös szorzótáblának a szorzatait, és tulajdonképpen az összes, az ötös szorzóban található összes szorzat, az mind az ötnek a többszöröse. Tehát 0, 5, 10, 15, 20, 25, hadd ne soroljam egészen így a végtelenségig, ez mind az öt többszöröse. Tehát ebbe a lila halmazba azokat a számokat kell beírni, ami az öt többszöröse. A sárga halmazábrába mellé azt mondja, hogy 2 többszöröse. Ami a kettes szorzótáblában szerepelnek szorzatok, 0, 2, 4, 6, 8, 10 és a többi, azok a 2 többszörösei, azok jönnek ebbe a sárga halmazábrába. De vigyázz, a harmadik halmazábra már érdekes, mert ott egybefonódik a lila és a sárga, vagyis az 5 többszöröse és a 2 többszöröse. Mit jelent ez? Hogy a lila és a sárga halmaz által alkotott közös részt, ott középen van egy ilyen kis téglalapszerűség, aminek ugye ilyen lekanyarított sarkai vannak, oda olyan számokat kell beírni, ami 5-nek is, és 2-nek is többszöröse. Magyarul az 5-ös és a 2-es szorzó táblában is szerepelnek azok a szorzatok. Hát már tudunk jó pár ilyen számot mondani, és azokat kell ide beírni. Tehát ebbe a halmazábrába csak azokat a számokat kell beírni, ebbe a harmadikba, ami 5-nek és 2-nek is többszöröse. Az elsőbe ugye csak azt kell beírni, ami csak 5-nek a többszöröse. A sárgába, tehát a másodikba meg azt kell beírni, ami csak 2-nek a többszöröse. És végül, ha ezzel megvagytok, akkor már csak egy dolog maradt. Karikázz be azokat a számokat, amelyeket mind a két halmazba beírtad. Vagyis az 5 többszöröse és a 2 többszöröse is magyarul. Ezeket a számokat kell bekarikázni. És léci, szerintem akkor sokkal látványosabb, hogyha ezt a feladatban leírt számokat karikázátok be, és nem azokat a számokat, amelyeket beírtatok a halmazábrába. Na ez így egyszerre lehet, hogy egy kicsikét sok, de higgyétek el, ezeket a feladatokon, ha végigmentek, akkor ezek majd azért segíteni fognak. És akkor esetleg ezeket újra visszahallgathatjátok, és akkor így talán ezeket majd jobban meg tudjátok érteni, de ugye egyébként is majd, amikor egyszer végre újra találkozunk, akkor ezeket majd szépen részletesen átbeszéljük, hogy ezek mit is jelentenek valójában. Na jó munkát mindenkinek! Sziasztok!